nem lehet máshogyan megtenni, mint hogy a jelenlegi helyzetnek a kiértékelése. Ehhez egy nagyon alapos vizsgálatnak a lefolytatása szükséges. És a vizsgálatokból kiindulva egy olyan jövőképnek a felvázolása, amely az állított célt, hogy közösségi közlekedésnek az előtérbe kerülését fogja alapul venni. Én azt gondolom, hogy a lehetőségek és az adottságok ennek a munkának a sikeréhez rendelkezésünkre állnak. Ismeretünk van arról, hogy 2020-21 időszakában várható, hogy ez a 160 km/órás sebességgel közlekedő vasúti szárnyvonal, ami már Budapest és Székesfehérvár között működik is, és Budapest és Boba között tervezett, ez el fogja érni a városunkat. És azt gondolom, hogy ez az apropó, ez jó. Jól jött nekünk ahhoz, hogy a helyi közösségi közlekedést, illetve a térséggel kapcsolatos már helyközi közlekedést újra gondoljuk. Megnézzük, hogy a város infrastruktúrális adottságai megfelelő módon vannak-e kialakítva, kell-e itt valamilyen fejlesztést végrehajtani, hogy még egy feltételrendszer tudjon kialakulni, illetve milyen információs szolgáltatás, illetve milyen mentális fejlődés szükséges ahhoz, hogy mi készek legyünk városlakók arra, hogy ezt az irányt saját magunk is megéljük, illetve tegyünk ki. A szállásnak a tervezett időpontja 2015. április 14-eket reggel 12:30-tól 10:30-ig, illetve délután 14:30-tól 15-ig. A rendőrséggel közösen egyeztetjük a helyszíneket, közben a város határon fognak elhelyezkedni ezek a számlahelyek. Ezzel egy időben ezeken a keresztmetszeteken kódoló számlást is végzünk, ez már nem zavarja a járművezetőket. Illetve a rákövetkező napon, 15-én szerdán, hogyha a rendelkezésre áll a szükséges számolási létszám, akkor úgynevezett csomóponti számolást végzünk a város jelentősebb csomópontjaiban. Ezeket a számolásokat is a diákok végzik. Ez a számolás már abszolút nem zavarja a közlekedőket, járdával az utcáról végezik a számolásokat. Ez hétvégi, tehát egy másik hétköznapi kontrollja, illetve hasonló módozatban, de kisebb volumenben nyáron is meg kell számolnunk, hiszen a településnél jelentős a turisztikai forgalomnak a változása is. Még pontos dátumot nem tudunk mondani, de nem fog már forgalmi zavarást jelenteni, de történnek parkolásfelvételek is. Itt kiemelt parkolóterületeken parkolás foglaltságot, illetve a parkolás módjára történnek vizsgálatok, illetve kerékpáros és gyalogos számlásokat is fogunk kiemelt helyszíneken végezni. Szintén közúti számláshoz tartozik még a teherforgalmi adatfelvétel. Itt a város bevezető útjai mentén, illetve néhány kiemelt, kijelölt belterületi helyszínen rendszámfelírásos forgalomszámlást fogunk végezni.